Jó reggelt kívánok! Kiszivárgott az úgynevezett civil törvény szövege, a 444.hu hozta le nemrég. Ha Kósa Lajost idézem, akkor azt mondanám, hogy a külföldi szervezetek magyarországi fiók szervezeteinek az átláthatóságát biztosító törvényjavaslatról van szó. Ha pedig szó szerint idézem a törvényjavaslatot, akkor azokról a szervezetekről szól, amelyek, pontosan idézem, az ismeretlen külföldi forrásból juttatott támogatások alkalmasak lehetnek arra, hogy külföldi érdekcsoportok e szervezetek társadalmi befolyásán keresztül a saját érdekeiket, nem pedig közösségi célokat érvényesíthessenek. A Társaság a Szabadságjogokért jogásza Dojcsák Dalma a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azért akartam pontosan idézni, mert a részleteket szeretném az érthetőség kedvéért rögtön nézni. Először is, mi az, hogy külföldi forrás? Ki az, aki külföldi? Például a Magyarországon működő Nyílt Társadalmi Intézet külföldi, vagy a Magyarországon működő multinacionális vállalatok, amelyek szoktak civil szervezeteket támogatni, azok külföldiek? És milyen az ismeretlen forrású külföldi pénz? A törvény tervezet, ha ez a szöveg pontos, úgy fogalmaz, hogy átláthatatlan eredetű pénzmozgásokról van szó. Nyilvánvaló, hogy ezek a szavak, amelyeket idéz a szövegből, és ezek a fordulatok, ezeknek nem a pontos jogi megfogalmazása lényege. Nem az a lényeg, hogy tökéletesen be lehessen határolni, hogy miről van szó. De az ember ettől megörül, bocsánat. Igen. Tehát ha az ember, én is jogászként végeztem, azt tanultuk, hogy a szavakat komolyan kell venni. Ezek politikai lózungok, ezeknek a hatáskeltése célja. Ezeket a törvényjavaslatokat ne jogszabály tervezetként kezeljük, sajnos valószínűleg jogszabályként fognak majd hatályba lépni egyszer, ezek politikai eszközök. És a TASZ-nak az a véleménye, hogy ezeket a jogszabály tervezeteket nem szavanként kell elemezni, és azt vizsgálni, hogy vajon ezek a mondatok megfelelnek-e a jogállamiság követelményeinek. Nyilvánvalóan nem, és nyilvánvalóan nem az a cél ezekkel a jogszabálytervezetekkel, hogy valamilyen valós célra, valós kifogásra jogállami választ adjanak. Ezeknek az a célja, hogy megbélyegezzék a civil szervezeteket, és elhallgattassák őket. Na, de akkor is bele kell illeniük ezekkel a szavakkal, paragrafusokkal megfogalmazott konkrétumokba bizonyos szervezeteknek, és bizonyos szervezetek pedig nem fognak beleilleni. Ezért rugóznék mégiscsak jogászként és a jogbiztonságban hívő emberként a szavakon. Kik az ismeretlen külföldiek, kik az ismeretlen külföldi források, miért 2 millió forint, ugye ez a duplája a pénzmosás és terrortörvényben meghatározott összegnek. Miért ez a nagy engedékenység? Nem tudjuk. Ahogyan azt sem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy közvetlenül vagy közvetve támogatott külföldről támogatott civil szervezet. Nincs értelmező rendelkezés ezekhez a szavakhoz. Ez is azt bizonyítja, hogy ezt arra fogják használni, arra fogják ráhúzni, akire a kormány azt rá szeretné húzni. És a jogszabálytervezetből kiderül, hogy majd az ügyészség lesz, aki kikényszeríti ezeket a szabályokat, és egy egyszerűsített eljárásban megszűnhet az a civil szervezet az ügyészség kezdeményezésére, aki nem tesz eleget ezeknek a követelményeknek. Nyilvánvalóan az ügyészség az ellen fogja megindítani ezt az eljárást, aki ellen szeretné, aki a kormány számára kedvezőtlen üzeneteket jelenít meg, aki kritikus a kormánnyal szemben. Éppen az a célja egy ilyen tervezetnek, hogy ne lehessen előre tudni, hogy kire fogják alkalmazni. Hadd próbáljak a ráció talaján maradni a szürrealitás helyett, mert különben megbolondul az ember. 7,2 millió évi külföldről kapott forint. Mekkora hányada mondjuk az önöknek az itthonról vagy más forrásból kapott támogatásaihoz képest? A TASZ költségvetésének ennél nagyobb része származik. Olyannyira külföldről, hogy biztosan külföldinek minősül ez alapján, a szabály alapján. De például azt nem tudjuk megmondani, hogy azok a külföldön élő magyar állampolgárok, akik rendszeresen adományoznak a TASZ-nak. Ők is külföldiek. Vajon ők is külföldinek minősülnek-e? Azok az Európai Uniós állampolgárok, akik magánadományokat adnak a TASZ-nak, ők külföldinek minősülnek-e? Ezeket mind nem tudjuk megválaszolni, és nem tudjuk, hogy hogyan kell ezeket majd regisztrálni, hogyha ezt a szabályt elfogadják. Nagyon bízunk benne, hogy erre nem kerül sor, és ezt a szabályt
ilyen formában, de semmilyen formában nem fogadják el, hiszen gyakorlatilag lehetetlen eleget tenni. Nem segíthet, ha mégis elfogadják, amire van esély, az a szó például, hogy ismeretlen külföldi forrás. Azt szokták mondani a civil szervezetek, amelyeket támadnak azzal, hogy ismeretlen eredetű pénzekkel mahinálnak, hogy minden elérhető a honlapjuk, és teljes transzparenciával működnek, ami egyébként természetesen így is van. Tehát, hogyha a forrás nem ismeretlen, akkor jobb helyzetben lehetnek? Az ismeretlensége a forrásnak az a... El sem hiszem, miről beszélgetünk, bocsánat. Az indokolásából tűnik ki ennek a törvénytervezetnek, ami azzal indokolja ennek a törvénytervezetnek a szükségét az, aki ezt szövegezte, nyilvánvalóan valaki a kormányzat közeléből, hogy ezek a szervezetek átláthatatlanul ismeretlen külföldi forrásban működnek. A TASZ nevében tudok nyilatkozni, minden egyes forintról elszámolunk a közhasznúsági beszámolónkban. Már az önmagában, hogy közhasznú szervezetnek minősülünk a hatályos jogszabályok alapján, azt mutatja, hogy a közjóért dolgozunk, a magyar emberek érdekeiért dolgozunk. A TASZ jelen pillanatban minden jogszabálynak megfelel, ahogyan a CEU is minden jogszabálynak megfelel, és ezt a kormány is tudja, azért kell megváltoztatni a jogszabályokat, hogy ránk lehessen sütni a jogellenesség bélyegét. A sportegyesületekre és a vallási tevékenységeket végző szervezetekre nem vonatkozik a törvény. Vajon ők valamiért semmiképp nem valósíthatnak meg potenciálisan külföldi érdekeket? Magyar érdekek helyett mondjuk egy megbundázott magyar foci csapat? Fogalmam sincs. Nehéz ezekbe belebocsátkozni. Én arra tudok megnyilatkozni, hogy a TASZ mit csinál, a TASZ miért dolgozik. Mi azért dolgozunk, hogy azoknak a polgároknak, akik szeretik a saját szabadságukat, és nem akarják elengedni azt, ne tudjon ártani a magyar állam egyetlen szerve sem. Amiben még tudunk kapaszkodni a helyet, hogy elképesztő csúszkálós talajon furcsa dolgokról beszélgetünk, az az orosz és az izraeli törvény. Nem sötétben tapogatózzunk a két konkrét példa alapján, hogy mi a következménye egy nagyon hasonló törvénynek, illetve kettőnek. Tudna segíteni abban, hogy mi történt ebben a két országban, miután egy nagyon hasonló törvényt elfogadtak? Izraelben egy nagyon hasonló, ahogyan említette, civil ellenes törvény lépett hatályba 4 évvel ezelőtt, és azóta azt látjuk, hogy jelentősen sikerült megbomlasztani azt a bizalmat, ami a civil szféra iránt élt a társadalomban. Oroszországban egy ennél súlyosabb következményt figyelhetünk meg, ott sorra zárnak be a civil szervezetek, hogy gyakorlatilag adminisztratív eszközökkel ellehetetlenítik a civil szervezetek működését. Akkor súlyosabb törvényről van szó, hiszen ott itt nem kell bezárni, csak regisztrálni kell. Itt, hogyha valaki elmulasztja akár egyetlen külföldről érkező adomány regisztrációját 15 napon belül, tehát félreértés ne essék, hogyha 3000 forintot utal nekünk egy külföldön élő, akár magyar állampolgár, és azt nem jelentjük be, akkor az ügyészség kezdeményezheti az egyszerűsített eljárásban való megszüntetését a civil szervezetnek. Úgyhogy automatikusan nem záródnak be itt majd civil szervezetek ez alapján, a szabály alapján, de ha az ügyészség úgy dönt, hogy ezt keményen kikényszeríti, akkor egy nagyon apró adminisztrációs mulasztás is a szervezet megszűnését eredményezhet. Az is nagyon érdekes, hogyha egy fillért nem kapnak, akkor is még 5 évig ennek a bélyegnek ott kell lennie a szervezeten. Egyértelműen mutatja ez is, hogy ennek nem átláthatósági céljai vannak, ennek nem nemzetbiztonsági céljai vannak, ennek egyedül megbélyegzési céljai vannak. Idézte a javaslat indoklását, amit gondosan elolvastam, és az indoklás azzal kezdődik, a jogalkotó külön kiemeli, hogy a civileknek joga és feladata a demokratikus ellenőrzés és a közvélemény formálás. Ugyanakkor például a 100. tanulmányában, amely 6 pontban összefoglalta, hogy mi a baj az olyan civil szervezetekkel, mint például az önöké, ugye az első pont az az volt, hogy aktív, ideológiai elkötelezett politikai szereplőkről van szó, akik függetlenek mutatják magukat, ugyanakkor beavatkoznak a nemzetállam politikájába. Hát az indoklásban, hogyha szabad beavatkozni a demokratikus ellenőrzés okán, akkor hogyan lehet ezt a vonalat megint csak racionálisan meghúzni, ha érdemes a racionalitást újra említenem? Nem könnyű, hogyha valóban ezen a vonalon akarunk elindulni. A 100. tanulmányra visszatérve, én is elolvastam a 100. tanulmányt, ott olyan érvek szerepeltek, hogy a TASZ az azért folytat politikailag elfogult tevékenységet, és ezt megbélyegzésként használta a szöveg, mert többször egyetértett a TASZ-szal több magyar politikai párt is.
Én úgy emlékszem, hogy a Fidesz is rengetegszer egyetértett a TASZ-szal, amikor még ellenzékben volt. Sőt, aztán a Fidesz, a TASZ. Így van, védtük Orbán Viktort is a bíróságon. Ez megváltozott. A TASZ ugyanazt gondolta 2006-ban, amikor a rendőri erőszakos cselekményekkel szemben léptünk föl. Ugyanazt gondolta, amikor Orbán Viktor ellenzéki politikust védte, és ugyanazt gondolja ma is. Nem mi változtatjuk meg a véleményünket, hanem a politikai erők. Köszönöm szépen, muszáj még egyszer hangsúlyoznom, hogy egy kiszivárgott törvényszövegről van szó egyelőre, úgyhogy még erről lesz alkalmunk beszélgetni, hogyha konkrétumokat tudunk. Köszönöm. Köszönöm szépen.